A szabadkai Pionír csokoládégyár mögött húzódó vasúti simpár gyakorlatilag építkezési területnek számít, hiszen itt épül a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A migránsok általában ezt a vasúti simpárt használják arra, hogy a befogadó központ irányából a város központja felé menjenek bevásárolni. A helyi emberek beszámolója szerint kedről szerdára virradó éjszaka éjfél körül itt a vasúti sínek mentén történt egy hatalmas robbanás, állítólag kézi gránátot dobtak a migránsok, a detonáció gyakorlatilag Szabadka nagyobb részében jól hallható volt. A szabadkai befogadóközpontban jelenleg nagyjából 220 migráns tartózkodik, de nagyobb csoportokban tanyáznak a környező fás, bokros területeken is. Egy magát 18 éves szír migránsnak valló fiatalember azt mondta, Németországba tart és 4 napja van Szabadkán. Jól hallotta az éjszakai robbantást, és fél, hogy egy-egy migránsbanda őt is megtámadja. Azt állította, a befogadóközpontban is gyakoriak az incidensek, és ott is volt robbantás, mondta az őt kérdező újságíróknak. Yes. It's a fight. It's a fight? Yes. And are you scared? Yes, sure. Because here is like that. Where was the explosion? Here in the camp. In the camp? Yes. Okay. And who shooting? Who fight? Last day in the morning, police. He come around 7 cars and 4 buses here. Kick each other and like that fight. Then he go around 4 or 5 buses full with the persons. I think to other place. A robbanásra a harcosok sorakozója lakónegyedben és a szabadkai közkórház környékén élők is felriadtak. Ja sam gledala televiziju, suprug je bio u drugoj sobi i da, čula sam neku takvu buku, pretpostavila sam kao da je neka bomba. Pa sam otišla u drugu sobu da ga pitam da li on čuo i kaže da jeste i da misli da je tako nešto, mada sam očekivala da ćemo posle toga čuti policiju, da ide negde da nešto, ali nije se čula apsolutno policija da je išla u tom smeru neke rotacije ili nešto, tako da sam onda pomislila da možda i nije nešto bitno. Ali ste uplašeni zbog toga što migranti se sve češće obračunavaju sve bliže naseljenim područjima i u delovima grada gde žive ljudi, znači i u centru grada? Pa svakako da jesam, mislim ovde ih često srećam u ovom kraju, dolaze tu u Maxi u nabavku i to mi stvarno nikad nisu ni prilazili niti se obraćali, ali to stvarno sa tim obračunima naravno da se ne osjećam bezbedno. A robbantásról szóló híreket Facebook bejegyzésében cáfolta az északbácskai körzetvezető. Bojan Soralov szerint álhíreket terjesztenek az emberek és egyes médiaházak. Az utóbbi időben egyébként egyre gyakrabban hallani lövöldözést a befogadó központhoz közeli bozótosokból és a szabadkai vasúti teherpályaudvar átépítés alatt álló részeiből és Szabadka más területeiről is. Ezeken a helyeken is nagyszámú felfegyverzett illegális bevándorló rejtőzködhet, értesültünk nem hivatalosan a rendőrséghez közel álló forrásoktól. Kedden egyébként a szerb rendőrök nagyszabású akciót hajtottak végre Szabadka, Zombor és Nagykikinda környékén, összesen 371 illegális bevándorlót fogtak el, akiket befogadó központokba szállítottak. 3 automata fegyvert, 1 félautomata puskát és 1 pisztolyt is találtak, de 2 áramfejlesztőt, 25 útlevelet és 12 személyi igazolványt is elkoboztak.